Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Újabb mérkőzés következik az Albaliga első osztályából, immár a 9. fordulóból. Igazi rangadó, hiszen a második helyezett Döcös és a harmadik helyezett Ring BMP csap össze egymással, és hát a sors furcsa fintora, hogy mind a két együttesből rengetegen hiányoznak. Gyakorlatilag, ha valami óriási dolog nem történik a pályán, egyébként sárga mezben a Döcös, kékben a Ring BMP látható, tehát hogyha valami óriási dolog nem történik, akkor ez az 5+1 játékos fogja mind a két oldalon végig hajtani a mai mérkőzést, hiszen a Döcösnél rengeteg a hiányzó, oppá, már is egy helyzet, és kis Norbertnek kellett a labdáért nyúlnia. Szóval ugye van a vészkapus fogalma ebben a sportágban és a kispályás labdarúgásban, itt most tulajdonképpen a két csapat a vészcsere fogalmát vezeti be, hiszen az egyik oldalon a késérléssel bajlódó, bekötött kézzel itt lévő Revelan Zoltán állhat be a Döcösnél, aki ugye futszál válogatott kapus, és ugye itt is a csapatnak elvileg az első számú kapusa a Döcösben. Ő az, aki hogyha valami úgy alakul, akkor be tud szállni, mezőnybe természetesen. Míg a másik oldalon a csapatkapitány Cséh Nagy Attila van ezzel így. Már neki nem késérülése van, ő csak szédül, és gyakorlatilag beteg. De egyébként rajta kívül korábbi gólszerzők, ez a gólerős játékos Gergő Zsolt hiányzik 3 góllal a Ring BMP-ből, valamint Kis Róbert egy találata, de rajta kívül is még 2-3 különböző egyéb elfoglaltságok miatt nem tudnak itt lenni. De hát a Döcsösnél aztán még nagyobb a baj, hogyha lehet ilyet mondani, hiszen Béres Zoltán, aki korábban itt az Albaligában már 3-szor eredményes volt, amint Rehák Viktor, aki egy gólos, és Somogyi Szabolcs, ők például térdműtét után lábadoznak. Aztán ott van Molnár Viktor, aki ugye Velencén játszik első osztályban nagy pályán, ő ágyéksérüléssel küzd, ugye Revelan Zoltán késérülését már említettem. Kaszás Kornél kulcscsonttöréssel bajlódik, és hogyha mind ez még nem lenne elég, akkor a Molnár Csaba, Imrik László, Domján Attila trió a Csákvár évzáró vacsoráján van, hiszen ugye ők nagy pályán játszanak a Csákvár együttesében. Úgyhogy van gond bőven mind a két oldalon, úgyhogy ez az 5+1 játékosan a pályán. A Ring BMP-ben egyébként 1-essel Kis Norbert a kapuban, 8-assal Király Antal, 5-össel Bregocs Gergő, 6-ossal Takács Tibor, 7-essel Pusztai Attila, 9-essel pedig Právics Krisztián szerepel, hogyha tökéletes a nekem a meccs előtt Cséh Nagy Attila által megadott kezdőcsapat és a messzámok, és új mez egyébként a Ring BMP-nél. Ott egy óriási helyzet, Kisnek kellett védeni, ez pedig mellé megy. Cséh Nagy Attila egyébként majd 3-assal léphet pályára. Döcösben 1-essel Spandler Mátyás a kapuban, 5-össel Kellner Zsolt, 9-essel Horváth Zsolt, 19-essel Vas Tibor, 10-essel Bobori Balázs és 11-essel Doma Zoltán. És hát, ahogy már említettem, Revelan Zoltán szállhat be, hogyha úgy alakul a mérkőzés. Jelenleg pedig 0-0-ra áll a találkozó. A 3. percben járunk. És említettem, hogy a két csapat egymás után helyezkedik el a tabellán. A Bádogos Greco Petrol vezetője, emlékezhetünk itt ugye tévés meccsen a Bádogos Döcös összecsapás végül is. Egy komoly taktikai csata után a Bádogos nyerte meg, így 3 pont az előnye a Döcössel szemben. Ugye az a találkozó 2-1-es Bádogos Greco Petrol sikert hozott. 19 pontja van a Bádogosnak, egy döntetlenjük van. A Döcsösnek ugye egy döntetlen, egy vereségi 16 pont talál 7 mérkőzés után. Ugye mondtam, hogy a 9. fordulóban járunk, de ez azért is van így, mert a 11 csapatos bajnokságban egy valaki mindig pihen, és közben Spandlernek kellett ököllel mentenie Rávics Krisztián elől. És ráadásul a Döcösnek a Fortress elleni mérkőzése elmaradt, úgyhogy ők azért állnak 7 mérkőzése, de a Bádogos is 7-tel áll, a Ring BMP a 3. 7 mérkőzés után 15 ponttal, őket követi egyébként még a Masterplast 13 ponttal, a Masterplast mérkőzése majd jövő héten került képernyőre nálunk, tehát őket is megmutatjuk azért. És aztán 10 pontos a Boeron Homeopátia, mint a Sárépszer Kft. És 10 pontos lett, most már 8 mérkőzés után a Fehérvár Sped, amelyik legyőzte a mai első találkozón 3-2-re az FC Pelszó túl együttesét. A Pasa Kebab Dávid Kis Kft. A 8. 8 ponttal a Pelszó túl
9. 6 ponttal a Fortrans, 5 ponttal a 10. és Alba Csavar egy győzelemmel és 3 ponttal jelenleg a 11. helyen áll. Hogyha a két csapat, a Dötös és a Ring BMP különböző mutatóit megnézik, mind a két együttes 5-ször nyert, a Ringnek 2 veresége van. Ez a 2 vereség pedig a Sárépszer Kft. Elleni szintén tévés meccsen ugye 6-4-es vereség volt, valamint kikaptak a Bádogos Grecopetroltól. Még ugye, ahogy mondtam, ugye szintén a Bádogostól kapott ki a Dötös, és az egyetlen egy darab döntetlen a Masterplast ellen született még az első fordulóban. 18 gólt szerzett a Dötös, 21-et a Ring, ugye ebben is közel van egymáshoz a két csapat, és 10-et kapott a Dötös, 12-t a Ring BMP. A nagy lehetőség, és az ismétlést is fogja ki is. 19-essel Vas Tibor próbálkozott, neki még nincs találata itt a bajnoki szezonban. Egyébként a gólövő is, tehát 11 találata Gál Dániel vezeti a Bádogosból, Szerecki Béla a második a Fehérvás Petből 10 góllal, Simon István pedig 9 góllal a harmadik az FC Pelszotóból, őket követi 2 8 gólos Kovács Attila és Salasz Zoltán a Masterclassból. Két gólerős játékosa is van a Masterclassnak. Právics Krisztián és Király Antal 5-5 góllal a 11. helyen áll, a gólövő listán Bobodi Balázs pedig 4 góllal a 17. Csak úgy, mint Horváth Zsolt a Döcsösből. És egy óriási lehetőség marad ki. Doma Zoltán lőtt fölé, Horváth Zsolt passzolt hozzá. Pusztai Attila is egyébként még 4 gólos. 7-essel játszik a Ringben a kékmezeseknél. Hát ők ott vannak a góllövő lista középmezőnyében. 7. percben járunk. Itt 2 nagyobb döcös helyzetet tudtunk följegyezni. Azt hiszem, hogyha abból indulunk ki, hogy a döcös azért egyértelműen esélyes a bajnoki címre a Bádogos Grecopetrollal. Ők ketten futhatnak nagy harcot, akkor talán lehet azt mondani, hogy a döcös az mai mérkőzés esélyese. De, hogyha megnézzük, hogy a Sárépszer Kft-től kapott ki a Ring, akkor azt lehet mondani, hogy azért az esélyesség az nem mindig váltja be a hozzáfűzött reményeket. Nem olyan mértetőt mondtam, tehát hogy nem mindig az esélyes csapat nyer ebben a bajnokságban, hiszen a Sárépszer Kft. Jelenleg ugye a 7. helyen áll. Sarokrúgással jöhet a Ring, el kell végezni újra. Tokács Tibor visszateszi a labdát, azt vélhetően nem ő kapja majd, hiszen hátra kerül Bregócs Gergőhöz. Igazából a Ringnek talán az a szerencséje, hogy az igazi gólszerzők, a több gólos játékosok közül a Bobori ellen fújnak a játékvezetők, azok itt vannak a mai mérkőzésen. De ez azért a döcsösre is elmondható, hiszen a 18 szerzett gólból itt van a pályán most 11. Még ugye a másik oldalon a 22 megszerzett találatból azt mondja, hogy 17 van ott a pályán. Tehát Csimegy Attila nem lépett még pályára, hogy egyszer volt eredményes csapat kapitány. Takács Tibor végezheti el, de nem ő fogja elvégezni a szabadrúgást. Hanem 9-essel Právics Krisztián próbálkozott, de Spandler Mátyás jól jött ki a kapujából. Ebben a körben egyébként még Sárépszer Kft. Buáron homeopátia meccset rendeznek, valamint egy nagyon kommentátor barát találkozót 21 órától a Bádogos Grecopetrol Pasakebab Dávid Kis Kft. Összecsapást, és majd december 16-án kedden rendezik a Fortrans Masterclass mérkőzést ebből a fordulóból. Szabadrúgással jöhet a döcös. Právics ellen fújtak. Bobori tette előre a labdát. Vas teszi vissza. És
egy nagyon nagy kérdés, hogy azt, hogy tényleg egy csapatnak sincs gyakorlatban cseréje, azt kéz volt ott, és aztán még el is rúgja a labdát Takács Tibor. Szóval nagyon nagy kérdés, hogyha tényleg ez az 5 plusz 1 játékos játsza a mezőnyben, főleg ugye, tehát érdekes ez, hogy az 5-5 mezőnyjátékos hogy bírja majd a tempót és az iramot. Lehet látni, hogy azért nagyon nem futják magukat szét rögtön itt az elején az együttesek, hiszen 2x25 percet végig kell darálni kis pályán, az pokolian kemény, az pokolian kemény. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik csapat hogy él ezzel a lehetőséggel, hiszen ez lehet lehetőség, hogyha az ellenfél fárad el. Kellner Solt próbálkozott egyébként a szabadrúgással, és a sarokból jött, mert hozzáért egy Ring BNP-s játékos, Boboli végezheti majd. De hát nagyon nagy hely nincs annak, hogy neki tudjon futni. Elmegy keresztbe, nem ért hozzá senki, Bregócs keresi a társakat, hogy kinek lehetne passzolni. És Bobori már hátul takarít. És megint Bobori volt szabálytalan, akit például szövegelésért küldtek le a Bádogos elleni meccsen. Most nagyon, nagyon vissza kellett magát fognia Boborinak, hogy ne szóljon oda semmit, mert most másodszor fújtak ellene, és az elsőt sem érezte jogosnak. Pusztai Attila a labda mögött, de ott van még Takács Tibor is. Pusztai fogja elrugni. Szépen célba vett a hosszú felsőt, nem sokat tévedett egyébként. Spandler hozhatja játékba a labdát. Följön egészen magasan letámadni a ring. Elpassal vissza Boborinak. Ez a megoldás már nem jó. Právics teszi át a hosszúra. Bregócs volt szabálytalan. Horváth Zsolt hagyja ott Boborinak. Bobori hozza előrébb a labdát. Na és akkor nézzük Bobori Balázst. Hozzáért Takács Tibor, hogy a sarokból jöhet a döcös. Vas Tibor végezheti majd el a sarokrúgást. Csak Kellner Zsolt maradt hátul. Ő kapja is. Egy 5 méterrel mellé lőtte. Ott talán nem volt, de 4. Nagyjából igen. Elmondható, hogy többet támad a döcös. De nem biztos, hogy nem tudatos a ring részéről, hogy átengedik a játékteret. És esetleg tartalékolnak majd az erejükkel a második fél időre. De hát ugye ez magában hordozza azt a veszélyt, hogyha átengedik a területet a döcösnek, akkor egy-két gól előnyre szertehetnek a sárga mezesek. Azt szemmel látható, hogy beosztja az erejét mind a két együttes. Kellner a labdával. És egyelőre társakinek lehetne passzolni, és aztán fejjel kis Norbert. Rávics elő a mentés. Az itt a Főnix csarnok sajátossága. Ugye a tartó gerendan, gerendre elakadnak a magas labdák. Doma Zoltán küzd a labdáért. És teszi ezt sikerrel, Doma tud elmenni, de visszafújják. Mert hogy Bregócs Gergő kézzel élt a labdához. Horváth Zsolt a labda mögött. Bobori kérdezi a játékvezetőt, hogy előszabály nincs. Esetleg, mert hogy ment a kapura a társ. Visszapattan. Egyébként tényleg el lehetett volna engedni. Így rosszabb helyzetbe került a döcös. Tisztán mehetett Doma. Bobori fejjel meg lökte társát, úgyhogy a
harmadik faltot fújják rá Boborira. Kívül mindig egy kicsit értetlenkedik az előző szituáción. Van is egyébként miért szerintem. Király tette középre, és aztán Právicsról megy ki. Nem, Právics kísérte ki. Keller védekezett jól. Rávicsal szemben. 15. perc az első fél időben. 0-0 a Ring BNP 5-ös összecsapás. Bandernak kellett lábbal Takács Tibor lövése után hárítania. Kishez kerül hátra egészen a labda. Király. Právics. Právics lenne a sarokban, éles szögből rátesz, és Bander viszont a helyén volt. Király. Právics. Nem volt rossz az elgondolás, hogy belövi a védők mögé, és érkezik majd Király. De nem volt pontos a kivitelezés. Ahogy ez a kirúgás sem volt az. Király teszi rá, és aztán Spandlerről jön ki. Horváth teszi előre, de közbe tud nyúlni Király. Bobori kéri el. Nem volt jó ez most Horváth felé. Bregós áll a labda. Takács Tibor elől. Takács. Nem volt rossz elgondolás ez a kényszerítő sem. Horváth. És aztán rántja vissza Pusztai Attila. Horváth Zsoltot. Bobori készülhet szabad rúgáshoz. Kíváncsi vagyok, ráteszi a innét. 17. perc. Inkább Kellnert választja. Kellner megint. Lehet lőni, Doma próbálkozott. Csak jó volt a blokk előtte. Horváth. Horváth távolról! Öngól. Pusztai Attila nevéhez fűződik majd. És én, ahogy a játékvezetők mozdulataiból leolvastam. De Horváth tette rá. És aztán a blokkolni szándékozó Pusztairól pattan be. Egy nullára vezette hát a döcös. És mi maradt ott ki, kérem szépen, Király Antal lőtte ketté gyakorlatilag a felső kapufát, de már Doma mehet. Azonnal egyenlíthetett volna a Ring BNP. Bobori végezheti a sarokrúgást. Kellner dobja majd be. Bogorit keresték. A megint Bogori volt szabálytalan. Abdának pedig ki kell jönnie. A játékvezető. Bogori mentett hátul, aztán Horváth már. És Takács Tibor támadott le jól. Spandler. Takács vissza előre,
Kellner lökött egy picit Právicson, Právics még. 5 gólos, az egész megint legeredményesebbje. És aztán fölé durant. Egyébként, hogyha Horvát kapta volna ezt a gólt, és neki lenne beírva, mondom, hogy most a játékvezetét kommunikációjáról következtetek arra, hogy akkor Pusztainak lesz majd ez beírva öngólgyalánt, akkor Horváth utol értem volna a gólő listán Právics Krisztiánt. És a Horváth Zsolt ugye 4 góllal áll. Bobori kapja, Bobori. Nagyon okosan a hosszúba akarta elgurítani a labdát, nem sokon múlott. Vas Tibortól kapta a paszt. Právics azonnal kapásból tüzel. Szabálytalanság. Most sem, a két ötös Kellner, valamint Bregócs csaptak össze, és aztán végül Horváth Zsolt csúszik oda. Tökke az egyik játék, ez egy szabad rúgás. Nem oldalról, tehát Horváth iménti becsúszását ő szabálytalannak látta. De még előtte levész Kellnernél látott szabálytalanságot, azt fújta vissza a játékvezető. 22. perc nagyjából, tehát 3 perc van még hátra az első fél időből, és a Döcös vezet 1-0-ra. Azt lehet mondani, hogy talán megérdemelte, ez a több nagyobb helyzete volt, mint a ringnek, de a ring pedig azonnal egyenlíthetett volna a gól után. Horváth hagyja ott Melkassal, vagy teszi oda Melkassal, Spandler eli a labdát, akinek gyorsan kellett reagálnia, mert érkezett Pusztai Attila. Vas, nem jó, visszafele mozgott Horváth már. Bregócs hozta föl, Pusztai. Ez pedig így nem jó, most nem értették meg egymást Bregóccsal. Bregócs azt hitte, hogy meg Právicsé lesz a labda, aki addigra már elmozgott onnét, ahova a labda végül is kerülhetett volna. Került is. Bobori. Hosszún ólálkodik Horváth. És jön vissza labdáért. Így jó lehet, de kiharcolt Doma Zoltán egy szabad rúgást. Bregócs Gergő volt szabálytalan. Bobori már megy is lőni. 24. perc, tehát kevesebb, mint 2 perc van hátra az első fél időből. Játékvezető mutatja, hogy sípszó lesz. Azt is mutatja, meddig kell hátra jönni. Takács Tibor, valamint Pusztai Attila, a sorfal tagjai. Bobori fogja lőni, és Norbert áll a ring kapujában, ő készül hárítani. Aj, és kellett is, Bobori nagyon szépen lőtte el a szabadrúgást, és lábbal védett kis. Most Horváth végezheti el, majd Horváth Zsolt a sarokrúgást. De vallom, most ebben nem láttam a koncepciót. Gócs hozza föl. Rábics ott keresi elő, aki nem is tudom beleérte, de átépett a labda, ez picit megzavart a Spandlert. Utolsó perc az első fél időben. 1-0-ra vezet a Döcös. Rábics végzi el. Gregócs. Gregócs kereste a lövőhelyzetet, de nem talált. A Takács. Nem lő csak ki ezt. Takács még mindig. Betömörül most elé a Döcös.
Király. Király kapta volna vissza, és mehetett volna el a szélen. Most jól védekezett a döcös, utolsó pillanatban a horvát tudta kísérni a labdát. Kellner. Egyesen letedik az első félidő. Bobori vágja előre. Ojjaj, 2 perc. Bregócs kap egy 2 percet. Ember hátrányba kerül a ring. De azt reklamálta, hogy nem ért hozzá Doma Zoltánhoz. Most akkor 5-4 ellen a döcös. Hát gyanítom, hogy már olyan nagyon sokáig nem ebben a játék részben, mert Bobori ellövés, akkor majd utána mehet a 2 perc. Tehát átcsúszik a második fél időre, ez egészen biztos. Letelt ugyanis a 25 perc, ezt még hagyják a játékvezetők elvégezni. Egy személyes sorfal, Takács személyében Bobori ráteszi, lepattan a sarokba, még ezt is hagyják. Szerintem egyébként letelt mára, hogy le kellett volna fújni. Hát a 20-ra Kellner kapásból, királyról megy ki. Újabb sarokrúgás. Horváth! Még a félidőnek 1-0-ra vezet, tehát 25 percnyi játék után a döcös is majd emberelőnyben kezdheti a második félidőt a Ring BNP ellen. Rövidesen kezdődik a második félidő, 1-0-ra vezet, tehát 25 percnyi játék után a döcös a Ring BNP ellen. Egyébként papíron a Ring BNP a találkozó pályaválasztója. Ugye oda, tulajdonképpen oda visszavágós rendszer, tehát 2 kört játszanak a csapatok, és akkor úgy alakul ki a bajnokság végeredménye itt az Albaligában, és akkor most 5-4 ellen támadhat a döcös, ami ugye azért is problémás, hogy 4-en vannak most a ringnél pályán. Mondtam ugye már a meccs elejének többször utaltam rá, hogy nincs cseréje egyik csapatnak sem. Tehát a Ring tovább őrülheti saját erejét ezzel, viszont most ugye akár dűlőre is viheti a meccset, vagy közel kerülhet a újabb 3 pont megszerzéséhez. Mi maradt ott ki Doma? És lemarad a kapus. Kis. Vagy újabb gól szerzésével, megszerzésével tényleg közelebb kerülhet a 3 pont begyűjtéséhez a döcös. Már láttunk már olyat is, ugye, hogy ember hátrányban játszott egy csapat, és ki tudott egyenlíteni a játékvezető, már nézi az óráját, hogy Bregócs Gergő mikor térhet vissza. Most jöhet, tehát kiegészül a Ring, 5-5 ellen most már. Most megy is az információ a hírkörbe a döcöstél, hogy megvannak, kiegészült az ellenfél. Bobori elől, Király Antal vágja ki. Horváth, ő hozza fel. Boborihoz kerül hátra, az látszik, hogy a Bobori és Kellner biztosítanak hátul, csak végszükség esetén, vagy ha jön a szituáció, akkor jönnek előre, mint például most, és Bregócs ment végül is Doma elől, Doma Zoltán elől. Egyébként 2 gólt szerzett eddig az idei kiírásban. Kellner. Kellner pedig egyszer volt eddig eredményes. Bobori. Hoppá! Kis mekkorát védett a rövidnél. És ez pedig egy óriási lehetőség, ami kimarad. 19-essel Vas Tibor lőtte fölé. Neki nincs még gólja az idei szezonban. Pusztai. Takács. Horváth fejelte előre. Právics elől. Kellner. Próbál úgymond csak a tutira játszani a döcös.
Horváth, a sarkára pattan a labda. Kellner. Ráteszi. Kisnek kell védenie, meg jó megkínálta ezzel a lövéssel. Kellner, aztán Horváth távolról, ez sem volt rossz egyébként, csak néhány méterrel mellé ment. Ugyan szempontból nem volt jó, de erő az volt benne. Pravic. Nem értették meg egymást Takács Tiborral. Viszont 9. perc a mérkőzésen. Spanner vágja előre. Csak doba volt elől. Regócs védekezett jól, és ugrott fel jobb ütemben, mint Doma. Kellner. Csatát nyert, háborút azonban nem. Mert ilyen túljutott Pusztain, de ki is ment az alapon a labda. Takács hozhatja előre, Takács még. Pravic. Bobori jó blokk. Pusztai. Király helyett Pravic kapja, most Király. Takács. Takács szépen becsapta Horvátot, aztán Pravic. Legócs futott el ott a bal szélen, és aztán Pravic lő. De már kiszorították, úgyhogy nem volt igazából komoly lehetősége, hogy jó pozícióba kerüljön a lövés előtt. Spanner. Pedig a Gerendán pattant, Pusztai fejese. Jöhet a döcsös. Túlélte tehát az ember hátrányt a Ring BMP, ez nagyon fontos, de kérdés, hogy ez a 2 perc mennyit vett ki belőlük. Kis nem tudta elrúgni. Nyilván, hogyha nem itt a Phoenixben lenne, akkor ez a simán előre szállt volna, de hát mindenki tisztában van ennek a sajátosságaival. Ennek a csarnoknak a sajátosságaival. Kellner készülődik majd bedobáshoz. Bobori próbál meg a labda felé mozogni. Figyelnek rá, és így lehet jó! Horváth, és kis valamint a kapufa akadályozta meg abban, hogy Horváth Zsolt most a tényleg gólszerzőként feliratkozzon a mai mérkőzésre, vagy a mai mérkőzés edzőkönyvébe. Spandler mentett Takács elől, aztán Takács végül is a visszapattanót kirúgta az alapvonalon túlra. Spandler Mátyás a labda mögött. Takács, Pusztai, Király, Takács. Takács Tibor még. És ezt a Spandlernak kellett védenie, nem volt az olyan rossz lövés ám. Főleg, hogy 3 sárga mezes állt előtte. Pusztai végzi majd el a sarokrúgást. Oj, Pravic, és aztán térdel Spandler. Pravic. Takács. Pusztai felé, aki le tudja tenni Pravicnak, de jó a blokk Vas Tibortól. Róla megy ki, hogy a sarokból jöhet a Ring BMP. Ez pedig Királyra visszapattant. Spandler nem sürgős neki. Pusztai fejeli. Takács. Takács, és Vas a nyakán. Király. Király Antal. Ősért gólos egyébként. Szakonyi Pravic. Egyelőre ma Pravic mutatott többet. Pusztai.
Kellner. Horváth. Begocs nyerte ellene pár harcot. Právics. Bobogyról megy ki, így van. Jöhet a Ring BMP oldalról. 33. perc a mérkőzésen. Gyöngyában 17 perc van még tehát hátra. Király kezére fölpattant a labda. Hátrébből kell. A jó helyen van a labda, Kellner végzi majd el a szabadrúgást. Most. Takács kikergette labdával együtt. Meg most visszakerül. Vas. Szépen próbálta meg átvenni a labdát. Doma. A játékvezető pedig azt mondta, hogy nem történt szabálytalanság. Takács. Király Antal. Kellner. Forgolódik egy kicsit, hogy kinek adja, mert hirtelen nagyon sok kékmezes vette körbe. Aztán Vast választja. Ki pedig Takácshoz passzol, viszont ők nem egyszínű mezben vannak a pályán, úgyhogy ez így nem volt jó megoldás. Takács kapja megint. Horváton túljut, és egy sárga mezes hátáról egészen pontosan Vas Tiborról pattan ki a labda oldalra. Érkezett a hosszún, ugye, ugyan Bregócs, de nem emelkedett elég magasra. Kellner vágja előre, és bele tud csúsztatni Doma. Kisnek kellett így utána kapnia. Sarokból jöhet majd a döcös. Kellner Zsolt a labda mögött. Nyertek ezzel is jó. 25 másodpercet, most már azért több mint fél percet is ezzel a sarokrúgással. Aztán nem volt jó a megoldás, és nem jó a visszapassz Horváth Zsoltól Boborinak, jöhet oldalról a ring. Kellner volt szabálytalan, Takács került a földre. Kevesebb mindegyed óra a mérkőzésből. Továbbra is, ugye a 18. percben szerzett góllal vezet a döcös, pusztai öngóljával. Pusztai a labda mögött, Bregócs. Takászta tovább, nem volt rossz elképzelés, ez sem, csak megint hiba csúszott a kivitelezésben, nem jutott el a labda Právicsig. Vissza Takácsnak Právics, és aztán érkezett Horváth, aki szerette volna, hogy ő dobhasson oldalról, de a ring jöhetett. Pusztai! Kellner szerelte Právicsot, aki kicsit kérdően néz a játékvezetőről, hogy nem történt-e esetleg szerint egy szabálytalanság. Szabadrúgás, megfogta ellenfelét Bregócs Domát, most nem reklamál, ugye az első félidő végén ugyanez az eset történt meg. Ugyanígy Právics fogta meg, Bregócs fogta meg Doma Zoltánt, csak utána szövegelés volt. A szöveggelt ugye reklamált nagyon hevesen Bregócs, és ezért kapott egy 2 perces kiállítást. Kellner! Fölé mellé egészen pontosan. Právics fordul le szépen Kellner mellől, vagy Kellnerről. Nem volt pontos a lövése. Egyelőre tehát egy gól. Právics a sarkát fájlalja,
Mondtam, hogy Csé Nagy Attila ül a kispadon. Bevetésre nem készen egészen pontosan, hiszen ugye lázas beteg. Pedig már előttünk a következő mérkőzés, a Dávid kis Kft. Együttese készül. A melegítő játékosoktól bepattan a labdát, így Bobori Balázs küldte majdnem Pintér Norbert operatőr kolléga nyakába, de megúsztuk, úgyhogy a közvetítés zavartalanul mehet tovább. Pusztai a labda mögött. Hoppá! És ugye lehet látni, amiről picit beszéltem a találkozó elején, hogy minthogyha a ring ott tudatosan engedte volna át a területet a döcösnek, egyre többet támad a ring, és egyre fáradtabbnak tűnik nekem kívülről a döcös. Horváth nem fért a labdához. Bregócs, Pravics kap egy hatalmasat Vastól. És a bokáját, a bal bokáját fogja Pravics Krisztián. Nagy kérdés, hogy tudja folytatni a ring egyik legeredményesebb játékos, ugye Holc versenyben királya Antallal a legjobb góllövők a kékmezeseknél. Rávics pedig, ha fájdalmas arccal is, de tudja folytatni a játékot. És kiszólt a játékvezetőnek, kicsit reklamálva, hogy azért történt szabálytalanság, meggyőződésem egyébként, hogy Vas szabálytalan volt, és a lábával együtt rúgta el a labdát. Az utolsó 10 percen belül vagyunk már. Gregócs fejjeli le, megint Vassal csapott össze Pravics. Takács, össze kell húznia Doma elől, aztán fejjel haza Kisnek. Pusztai. Nem jó, Pravicsot kereste a labdával. Vas. Doma. Nem ment Horváth. Bregócs. Takács fut elől, ő szaporázza. Hát ha egy néhány centivel magasabb Takács, akkor ez jó lehetett volna. 42. perc. Király jön vissza labdáért. Takács. Takács. Takács aztán lerántja Domát. Visszarántja, nem engedi, hogy induljon. Szabadrúgás. És egyetlen egy ilyen szituációt sem fog gyorsan elvégezni, a döcös ebben egészen biztos vagyok. Most az is átra is adják, így van Spandlernak. Bobori. Aki már közel sem megy előre annyit, mint mondjuk az első fél időben. Ez az 1-0, ez nekik tökéletes. Ezzel pontszámban utolérhetik ugye a bádogos Deco Petrot, amely ugye majd ezután találkozó után lép pályára a Dávid kis Kft. Ellen. És hogyha mondjuk ott nyer a bádogos, akkor is elmondhatja magára a döcös, hogy a mai napon rengeteg sérült el kiállva, meg rengeteg sérült nélkül, tehát hiányzó nélkül kiállva nem szakadtak le jobban a lista vezetőtől. Sarokból jöhetnek most a sárga mezesek. Ugye a harmadik perc. Horváth Zsolt a labda mögött. Takásról kimegy, úgyhogy
Újabb sarokrúgás jöhet, ez továbbra is ötösnek kiváló. Egyébként kis Norbert még el is ejti a labdát. Bregócs. Bregócs a labdával. Ez hosszú Právicsnak, aki lehet, hogy ezt még a meccs elején utolérte volna, de így a hajrában már azért nem ugyanaz a tempó. Bobori nagy bedobáshoz készül, ebben biztos vagyok. Ez mégsem akkora. Horváth takáccsal a nyakán, elválaszthatatlanok. Horváth Pusztai mellkassal. És most 4-3-ban támadhat a ring, most zár vissza Vas. Právics, és Vas Tibor vágja előre. Ajjajjajjajjaj! Kivágódott Doma Zoltán a palánknak. Takács. Pandler kínálta meg egy jó lövéssel. Právics végzi el a bedobást. Horváth fejeli ki. Doma Horváthnak teszi oda. Aztán Takács érkezik a nyakára. Túlságosan is megdolgozta Domát Takács. Egy szabad rúgás a sárga mezeseknek. Kellner a labda mögött. Valamivel több, mint 5 perc még az összecsapásból. 1-0-ra vezet a döccös a Ring BMP ellen. Horváth. És hozzáért. Hát szerintem talán Bregócs. Revelan Zoltán is ezt reklamálja. Király. Szépen verekedte ott át magát a sűrűjén. Most meg Bobori kap oda a bal térdéhez. Bonder előre. Kissel játszott össze. Ellenfél kapusával. Aztán azonnal dobja is vissza Kis. Právics, és érkezik Horváth Zsolt. Dobás lesz. Méghozzá a döcös jöhet oldalról. Právics értetlenkedik, és van ebben is valami. Sárga lap, és 2 perc Právicsnak. Megint emberünkbe kerül a döcsös. Rábics, hogy mindig a játéktéren most jön ki a palánkon kívülre. Nagyon dühös. És veszi a mezét. Bobori. Vas. Dóval teszi vissza, Bobori érkezik, de Takács jól zárt vissza. Döcsös jöhet. Kellner. Takács lépett bele. Hoppá! És most már megyek.
durvulás egy picit, mert most Bregócs könyökölt vissza. Szabadrugással jött a Döccös. A 49. percben jelentett, valamivel több, mint egy perc van hátra az összecsapásból. Horváth Zsolt a labda mögött. Spanglerhöz kerül hátra Horváth. Keményen akar letámadni, ami erejéből bírja. A ring, visszatérhetett Právics is a pályára, és Pandler most megzavarták. Íj, mi maradt ott ki Právics, és aztán Boboriról pattant ki. Vas, szétszakad a pálya. És Kisvéd. Óriási egyenlítési lehetőség maradt ki itt a hajrában. Az utolsó percben vagyunk. Ha jól működik a kijelzőn az óra. Szabadrúgás a Döcös javára. Bobori teszi rá egy kisnek kell lába a védénye, sarokból jöhet a Döcös. Ez most nekik tökéletes, hogy ott tartják fönt az ellenfél térfelén a labdát. Nincs lehetőség a ringnek, hogy egyenlítsen. Le a kalapadék mind a két együttes előtt, hiszen tényleg nem volt csere, nem tudott senki lejönni egy másodpercre sem. Tehát ezek a srácok itt ma 50 percet végig robotoltak. És azért többen közülük már nem a 20-as éveik közepén járnak. Takács. Rövidesen véget ér a találkozó, kis lövi rá és megy fölé. Ez biztos, hogy egy percen belül vagyunk már. Pandler kérdezi meg a játékvezetőről, hogy akkor jöhet-e, mehet-e a labda. Sőt, természetesen már egy kicsi időhúzó szándékkal volt. Kellnertől kap hatalmasat. Pusztai Attila. Jön előre a kapus is, kis Norbert is. Sípszóra történik majd. A sípszóra lehet elvégezni a szabadrúgást. Takács Tibor a labda mögött. De ott van Právics is. És Király Antal is. Nem az alapon, pedig Bregó csólálkodik. És ott van ugye fönt a kapus kis Norbert. És akkor beáll harmadiknak Boboriék mellé. Bobori és Kellner mellé a sorfalba. Nagyon kíváncsi, hogy mi. Spandler pedig egészen kijön mögé. És... Kívül ért hozzá Spandler. Kettő perc! Kettő perces büntetés kap Spandler. Kívül ért hozzá. És Reveland a sérült kezével bemegy. Így Doma jön le. Az 51-es van fönn, és bőven túl vagyunk. Az ugye pici rugalmasság van azért abban, hogy a játékvezetők az órát kezelik, kezelhetik az időt. Úgyhogy azért, és a 52-es a kijelző, szóval most bőven túl vagyunk a tiszta játékidő tekintve a rendes játékidőn. Reveland lehet látni, hogy be van kötve a jobb keze. Gyábe, hát. A csapat ért mindent. Király, Takács, valamint Právics is ott van a labda mögött. Gyanítom, hogy az utolsó momentum lesz a szabadrúgás a mai mérkőzésen. Reveland pedig megfogja, és vége
1-0-ra nyer Pusztai öngóljával a Döcös a Ring BMP ellen. Ezzel időlegesen nagyjából legalább egy órára idő, vagy pontszámban utoléri a Döcös a listavezető Bádogos Greco Petrolt a tabellán. Pintér Norbert operatőr kollégám nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Kajzer Tamást hallották a viszonthallásra.